Első Kárpát-medencei Szabad Egyetem. Háromnapos pedagógiai konferenciát tartanak Sonkádon. 4,5 kilométeren folyik a helyreállítás. 12 milliárd forint uniós támogatásból állítják helyre az árvizektől megrongálódott védműveket a hazai árvízvédelmi fővédvonalakon. Tortorony a kórházban, az országban egyedülállóan UVC sugárzás kibocsátó, levegőfertőtlenítő berendezés került a kórház sebészeti tömbjébe. Háromnapos pedagógiai konferenciát tartanak Sonkádon, amely egy több éves, közel 3 milliárd forintos Európai Uniós támogatással megvalósuló program része. Köszöntöm Önöket, a Kölcsey Televízió iradóját látják. Az első Kárpát-medencei Szabad Egyetem célja az együttgondolkodás a határon túli pedagógusokkal és a végzettség nélküli iskola elhagyás csökkentése a magyar nyelvű köznevelésben. A kerekasztal beszélgetéseken több száz külhoni és magyar pedagógus szövetség képviselője vesz részt. A tematikus együttműködés erősítése a köznevelés és felsőoktatás terén a Kárpát-medence szomszédos országaival című projekt közel 3 milliárd forintos Európai Uniós támogatásból valósul meg. Ennek kedvezményezettje az Oktatási Hivatal konzorciumban a Debreceni Egyetemmel és a Szent István Egyetemmel. A projekt egyik első lépése a Sonkádon megrendezett első Kárpát-medencei Szabad Egyetem programja. Ez a rendezvény, ez egy szelete, egy epizódja ennek a több éves projektnek. Tehát itt milliárdos nagyságrendű fejlesztésről van szó az évek alatt. A fő fókuszpont az a iskolai lemorzsolódás csökkentése az egész Kárpát-medencében, aminek nagyon sokféle szegmense van, a megelőzéstől, a pályaválasztás segítésétől, egészen a felsőoktatásba való integrációig, közös kutatásokig, hogy egymást segítsük ezeken a területeken ebben a küzdelemben. A háromnapos pedagógiai konferencián több száz Magyarország és határon túli pedagógus szövetség képviselője vesz részt. A program célja egy olyan egységes irányvonal kialakítása, amelyen fenntartható az egységes magyar nyelv és a magyar nyelvű oktatás. Ebben jelentős szerepet vállalt Sonkád. Sonkádra azért esett a választás, mert Sonkádon immár negyedik alkalommal rendezzük meg országosan a mesterpedagógusok szabad egyetemét, amely olyanná nőtte már ki magát, hogy bátran kiterjeszthetjük a Kárpát-medence más területén élő magyarságra is, és ebből az ötletből indult ki lényegében ez a dolog. Mi voltunk az ötletgazdái, a településem, illetve néhány jó barátom, és azt gondoltuk, hogy vállaljuk ezt a következő rendezvény megvalósítási helyszínét is. A képviselők kerekasztal beszélgetések keretein belül adhatják át egymásnak az innovációs tevékenységek működését és a jó gyakorlatokat a köznevelés és a felsőoktatás területén. 12 milliárd forint uniós támogatásból állítják helyre az utóbbi évek árvizeitől megrongálódott védműveket a hazai árvízvédelmi fővédvonalakon, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság az MT-vel. Megyénkben a Kraszna mentén három települést érintve folynak a munkálatok, melyek várhatóan júliusban fejeződnek be. 12 milliárd forint uniós támogatásból folyik védműhelyreállítás országszerte, melyek 40 árvízi települést érintenek. Ebből megyénkben három krasznamenti településen folyik helyreállítás 4400 méter hosszúságban és 12 méter mélyen. Az intézkedés szükségességét a meglévő védművek szivárgást okozó elhasználtsága indokolja. Nagyon káros az ilyen szivárgási jelenség az árvízvédelmi töltésekben, hiszen a több mint 100 évvel ezelőtt épített gátak az akkori technológiai helyi anyagokból épültek. Ez azt jelenti, hogy kialakulhatnak olyan szivárgások és kritikus vízsebességek a talajban, amik talajszemcsék elsodródását okozhatják, ezáltal a töltés tönkre mehető szeroskodhat. Ezeket a káros szivárgásokat meg kell akadályoznunk, hiszen ezeken a szakaszokon gyakran töltés megtámasztása, ideiglenes erősítése van szükség az árvíz megjelenésekor. Ezzel ezt a komoly kockázatot jelentő feladatot elkerüljük, olcsóbbá válik az árvízvédekezés, és nagyobb lesz az árvízi biztonság. A vízügyi igazgatóság minden árvízkor figyeli, hogy hol lehet szivárgás, amit a későbbiekben orvosolni kell. Bodnár Gáspár szerint az idei helyreállítás már tavasszal is bizonyított.
Itt a Krasznán megépült szivárgásgátló rendszer a most tavaszi árvízkor jól vizsgázott, ezeken a szakaszokon sehol nem tapasztaltunk szivárgást. A szivárgás azon túl, hogy a gátakat gyengíti, komoly vízmennyiséget enged át a gáttesten keresztül, elöntése kerülnek a töltésláb melletti művelt területek, és ezért is fontos, hogy a belvíz helyzetet is javítja az, hogy nem terheli a árvízből kiszivárgott víz a szivattyú telepeinket. Megyénkben a védműhelyreállítás már télen megkezdődött, az utómunkálatokat pedig várhatóan júliusban végzik el. Magyarországon egyedülálló betegbiztonságnövelő fertőtlenítő berendezést vásárolt a József András Oktatókórház. Az eszköz két toronyból áll, amelyek folyamatos UVC sugárzással fertőtlenítik a központi műtőblokk levegőjét. A beruházás mintegy 38 millió forintos Európai Uniós forrásból valósult meg. Így néz ki az a fertőtlenítő torony, melyet az országban először a Nyíregyházi kórházban állítottak üzembe. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház két ilyen készüléket szerzett be, melyek a kórházkomplexum több mint 40 műtőjében fertőtlenítik majd a levegőt és a különböző felületeket. A berendezést Európai Uniós forrásban vásárolták meg. Ez az eszköz az EFOP keretén belül sikerült beszerezünk, betegbiztonságot elősegítő eszközök beszerzése. Ez egy 200 millió forintos pályázati összeg, és ebből a 200 millió forintos pályázati összegből ez a készülék, ez a TOR készülék, ez mintegy 39 millió forintot jelent. A betegbiztonság növelés kapcsán még egyébként kézfertőtlenítő egyebeket is szereztünk be, de most nevezetesen ez a készülék az, ami különleges. Ez azért is különleges, mert ugye ismert tény az, hogy minden kórházba, ez Európa világviszonylatban és a kórházi fertőzéseknek a problematikája nagyon nagy probléma, és ennek a megelőzésére, a tovaterjedésének a meggátlására szolgál ez a készülék. A tortorony UVC sugárzást bocsát ki, amely elpusztítja a levegőben és a sugárzás által elért felületeken található kórokozókat, vírusokat, baktériumokat és gombaspórákat is. Óriási problémát jelent, hogy az elmúlt 15-20 évben a kórokozók megváltoztak, nagyon sok multirezisztens kórokozót találunk, és most már olyan kórokozók is multirezisztensé, tehát nagyon sok antibiotikummal ellenállóvá válnak, amelyek eddig nem voltak megtalálhatók, illetve a kórházi palettán nem voltak jegyezve. Sajnálatos módon ezeknek a kórokozóknak nagy része a műtétek közben a levegőbe, a légtérbe bekerül, és ezek a légtérnek a fertőtlenítése nagyon nehézkes, hiszen a műtőt nem lehet minden egyes alkalommal teljesen kipakolni és kitakarítani, hiszen ezek a záró fertőtlenítések nagyon sok időt és nagyon sok munkát igényelnek. Ezeknek a kórokozóknak az elpusztítására minden olyan kórokozóra, ami szaporító anyaggal, DNS-sel vagy RNS-sel rendelkezik, ez a nagyon nagy teljesítményű gép alkalmas. A tornyot egy táblagéppel lehet bekapcsolni, amelyet azután magára kell hagyni a helyiségben. Az alapterülettől függően egy átlagos műtőt mintegy 15-20 perc alatt képes teljesen fertőtleníteni a szerkezet. A kórház tervei szerint menetrendszerűen fertőtlenítik majd az összes műtőt, akut esetekben pedig azonnal munkába állíthatják a tornyot, mellyel így akár heteket és jelentős élő munkát spórolhat a kórház. A Rotary egy olyan világszervezet, amelyben különböző foglalkozású emberek vállalnak humanitárius szolgálatot. Nyíregyházán 1934-ben alakult a szervezet, vagyis már több mint 80 éve segíti a rászorulókat a Szabolcsi Klub. A Rotary rendszerében az elnöki megbízatás egy évre szól, amely minden év július 1-én kezdődik, és a következő év június végével fejeződik be. A jelenlegi elnök Urbán Lajos szombaton ünnepélyes keretek között átadta az elnöki láncot. Fekete Tibor megválasztott elnöknek, aki azt mondta, szeretné továbbvinni a szervezet hagyományos programjait. A mai nappal indul el az elnöki évem, ami majd 2019. június végéig fog tartani. Rengeteg kezdeményezésünk van, de az első és legfontosabb a tradícióknak a megtartása. Tovább szeretném vinni mindazt, amit az előző elnök barátaim elkezdtek, azokat a programokat. Ide tartozik a Rotary Karácsony, a gyermeke, vagy Rotary Mikulás, Rotary Karácsony, a Rotary Húsvét, és azok a rendezvényeink és karitatív tevékenységeink, amit eddig csináltunk.
meggyes muffin, meggyes rétes, meggyes piskóta, meggyes kosárka és megy pálinka. Idén harmadik alkalommal rendezték meg az újfehértói fürtös fesztivált. A főzőversenyen meggyes sütemények, pálinkák és más laktató ételek is készültek, amelyeket összesen közel 5000 kilátogató kóstolhatott meg. Évről évre egyre nagyobb sikert adott az újfehértói lakosok és a környező települések körében egyaránt az újfehértói fürtös fesztivál. Idén annyira nagy volt az érdeklődés az esemény iránt, hogy a vasútállomáshoz külön buszjáratokat szerveztek, amelyek a főtérre szállították az érdeklődőket. A szervezők közel 5000 embert vártak, akik finomabbnál finomabb meggyes ételeket kóstolhattak. 20 és 30 közé esik a meggyes ételeknek a száma, most ebbe én beleértem nem csak az ételt, hanem a süteményeket is, úgyhogy nehéz dolgunk lesz, hogy eldöntsük, hogy ki milyen kategóriában milyen díjat érdemel, és természetesen úgy gondolom, hogy a délutáni kísérőprogramok azok csak emelni fogják a mai napnak a fényét. A hagyományokhoz híven idén is volt helyi ízek utcája, újfehértói terméksátor és vidámpark. Újfehértó 4 testvértelepülésének delegációja is részt vett az eseményen, közülük 2 csapat főzött is a kilátogatóknak. Voltak olyanok, akik első alkalommal mérettették meg magukat a főzőversenyen, de voltak rutinos résztvevők is. Az Aranyos Nyugdíjas Egyesület minden évben részt vesz ezen a rendezvényen. 40-45 taggal vagyunk jelen. Reggeltől délutánig csoportosan készültünk erre a kis főzésre. Erdélyi tárkonyos zöldséglevest főztünk, és 8-10 egyesületi tagunk különböző meccsüteményeket készített. A nap folyamán folyamatosan cserélődött a közönség. Délelőtt a főzőcsapatok tagjai vették birtokba a múzeum kertjét, ebéd után a gyerekek élvezhették a Gombóc együttes műsorát, a napot pedig egy élő huligánsz koncert zárta. Folytatja a pályaorientációt segítő tevékenységét a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamara. Középiskolásoknak szerveznek különböző cég- és üzemlátogatásokat, amelyek során a diákok új munkaköröket is megismerhetnek. Beleláthatnak a gyártási folyamatokba, és megtudhatják, hogy egy szolgáltatás létrejötte, hány ember munkájának a gyümölcse. Nemrég a Marsó Kft-t ismerhették meg a tanulók. A KFT az üzemlátogatás alkalmával egy játékos interaktív vetélkedőt szervezett a gyerekek számára, és a vetélkedő győztesének jutalmul egy Tesla teszt autóvezetést adományozott, és ennek a jutalomnak az átadása a mai napon a Marsó Kft. Családi napján itt a Nyíregyházi Városi Stadionban kerül sor, és maga a vezetés is ma fog megvalósulni. Továbbra is veretlen a felkészülési időszakban a kisvárdai futballcsapat. Kondás Elemér együttese legutóbb Debrecenben lépett pályára, és 0-0-ás döntetlenre végzett a hazaiakkal. A várdaiak szerdán Ukrajnában játszanak, majd szombaton a Nyíregyháza Spartakusz otthonában tartják a bajnoki főpróbát Lukaszék. Az edzések mellett 2 meccset is játszott az elmúlt héten a kisvárdai együttes. Szerdán Diósgyőrben lépett pályára Kondás Elemér csapata, és Sinder, valamint Kovács Réti góljával 2-1-re győzött az osztálytárs otthonában. Szombaton Debrecenben vendégesé lett a Várda. A szakmai stáb nem számíthatott a kisebb sérüléssel bajlódó Lukácsra, Sinderre, Gosztonyira és Horváth Zoltánra. Az első fél időben a hazai csapatnak volt több helyzete, a vendégek kontrákból próbáltak veszélyeztetni. A második játékrész már kiegyenlítettebb volt, gól azonban egyik oldalon sem született, így 0-0-val ért véget a kisvárda harmadik felkészülési mérkőzése. Néhány játékosunk hiányzott, inkább biztonsági szempontból maradtak ki, nehogy valami probléma legyen, fáradtságot éreztem a Lukács a Sinderen. Sinder ugye kapott egy ütést a hátára, és a hátizma megrándult, meg jó néhány a Temur is azért játszott csak fél időt, mert fáradt volt már a tegnapi edzésen is, meg a mai mérkőzésen, valamint a Karaszjuk is ugye a 3 meccsből 2-t végigjátszott, nyilván neki is járt a pihenő. Úgyhogy hát próbáljuk úgy adagolni a terhelést a játékosoknak, hogy azért mindenki megkapja a mérkőzés terhelést, de ne is legyen túl sok, és nehogy kizsírozzuk őket. Pontosan ezért a játékban azért voltak hiányosságaink. Egyrészt azért is, mert az ellenfelünk letámadott minket, és igazából a passzokat nem úgy oldottuk meg a labdakihozatalnál, hogy azt esetleg Diósgyőrbe. De összességében azt mondom, hogy
mindenki megcsinálta a futómunkát, tehát amit mondtam az elején is, a mai mérkőzésen inkább az volt a lényeg, hogy mérkőzésterelés kapjanak, valamint minden mérkőzésen az a cél, hogy az új játékosok minden jobban beintegrálódjanak a csapatba. A Kisvárda szerdán Ungváron az ukrán másodosztályban szereplő Volin Luk ellen lép pályára, majd szombaton Nyíregyházán tartja a bajnoki főpróbát Kondás Elemér együttese. Az NB1 nyitófordulójában július 21-én a Videotonnál vendégeskedik az Élvonal újonca. Az U16-os csapatban szereplő Bodnár Balázs képviselte a Nyíregyházi Kosárlabda Akadémiát a Hanga Ádám nevével fémjelzett budapesti nyári táborban. A testnevelési egyetemen tartott tréningeken a Barcelona játékosa mellett neves hazai és külföldi szakemberek foglalkoztak a fiatal kosarasokkal. A testnevelési egyetemen harmadik alkalommal rendezték meg a Hanga kosártábort, amelyre ezúttal a hazai kosárlabda akadémiák delegálhattak U16-os játékosokat. A Barcelona sérülés után lábadozó klasszisa a pályán ezúttal nem tudott ízelítőt adni tudásából, így a pályafutása során szerzett tapasztalataival igyekezett segíteni a fiatal kosarasokat. Az edzők között ott volt a nyíregyházi, jelenleg a bajnok és kupagyőztes Szolnoknál dolgozó Jakab Máté is. A 17 meghívott játékos egyike a nyíregyházi Bodnár Balázs volt, aki az 16-os csapat mellett szerepelt a bajnoki bronzérmet szerző U18-as együttesben is. Először is nagyon örültem, hogy részt vettem ebbe a táborba. Hát arra számítottam, hogy a Hanga nevéhez méltó tábort fognak rendezni. Szerintem ez így is volt. Rendkívül neves edzők, magyar, illetve külföldi edzők is voltak. És amit vártam, azt szerintem meg is kaptam. Nagyon színvonalas edzések. Jó társaság, és tényleg minden pozitív volt a táborban. Most főleg civilként ugye találkoztunk vele, de szerintem mindenki, minden játékos nézőt a tévében, válogatottban, és hát nagyon nagy élmény volt vele találkozni, volt rá lehetőség, hogy egy kötetlen beszélgetés is volt vele, kérdezhettünk tőle, tehát nagyon-nagyon jó, és tényleg pozitívan állt hozzánk, válaszolt a kérdéseinkre, nagyon hasznos dolgokat mondott, és tényleg megtiszteltetés volt vele egy az ő táborában lenni. Bodnár Balázs mellett három másik nyíregyházi fiatal kosarasnak is van nyári elfoglaltsága. Fazekas Csaba az U20-as, Sitku Márton az U18-as, Mokánszki Máté pedig az U18-as 3x3-as válogatottal készül a korosztályos Európa-bajnokságra. A két cápák szakmai igazgatója szerint az ebben a korban szerzett élmények meghatározóak lehetnek egy fiatal kosaras életében. Úgy gondolom, hogy ez az időszak nagyon sokat segít egy ilyen játékosnak a karrierjében, nagyon sokat segít abban, hogy esetleg még jobban bekerüljön ebbe a körforgásba, és még jobban elkapja az érzés, vagy az a láz, ami szükséges ahhoz, hogy minél többet tegyen meg a kosárlabdáért. Úgyhogy nagyon örülök, hogy ott vannak a srácok, bízom benne, hogy minél többen lesznek majd ott, és remélem, hogy nagyon jó teljesítményt is fognak nyújtani. Sitko Ernő elmondta, hogy a tavalyi évhez hasonlóan a Nyíregyháza Blue Sharks is biztosít lehetőséget a fiataloknak arra, hogy fejleszték képességeiket. Július 23-ától egy héten keresztül a Kék Cápák edzői és felnőtt csapatának játékosai tartanak egy képzőtábort a Continental Arénában. Most pedig iradunk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Közel 3 milliárd forintból valósul meg az a több éves program, amelynek egyik első lépése a Sonkádon megrendezett háromnapos pedagógiai konferencia. A projekt célja az együtt gondolkodás és az egységes irányvonal kialakítása a határon túli pedagógusokkal, hogy olyan programokat tudjanak megvalósítani, amellyel fenntartható a magyar nyelvű oktatás. Megyénkben már télen megkezdődtek a védműhelyreállítási munkálatok. A felújítás 4 krasznamenti települést érint, mintegy 4400 méter hosszúságban. Az intézkedés szükségességét a meglévő védművek árvizek okozta elhasználtsága indokolja. A Felső-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság a védműhelyreállítási utómunkálatokat várhatóan júliusban fejezi be. A betegbiztonság növelése érdekében mintegy 38 millió forintnyi Európai Uniós forrásból vásárolt 2 darab, úgynevezett tortornyot a József András Oktatókórház. Az eszközök a sebészeti tömb levegőjét fertőtlenítik, folyamatos UVC sugárzás kibocsátásával. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták július 9-én hétfőn. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is elérik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra!
Holnap többnyire napos időre számíthatunk, elszórtan zivatarokkal. Két magassági hidegörvény között változó nedvességtartalmú, mérsékelten meleg levegő áramlik térségünkbe. Az éjjeli órákban változóan felhős lesz az ég, szorványosan eső, zápor is előfordulhat. Az északi a szél estétől mérséklődik. Reggelre általában 16 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben a fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés várható, helyenként előfordulhat zápor, zivatar. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, de zivatar környezetében átmenetileg megerősödik. Délutánra 27 fokig emelkedik a hőmérséklet. Fronthatás nincsen térségünkben. 11 és 15 óra között erős UVB sugárzás várható, ezért ebben az időszakban nem ajánlott tartósan a napon tartózkodni. Szerdán változékony időre lehet számítani, egy átvonuló hidegfront okoz átmenetileg felhősebb, csapadékos időt, főként a nap második felében. Csütörtöktől napos, gomoly felhős száraz időre van kilátás. A hőmérséklet lényegesen nem változik. Általában a sok évi átlagnak megfelelően alakul, csak szerdán lesz kissé hűvösebb idő.